Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Egervári Mátyás vagyok, a Góbé és Pásztor Hóra zenekarok cimbalmosa, és a cimbalmot szeretném nektek most bemutatni. Ez a hangszer több ezer éves múltra tekint vissza, már a sumeroktól fönnmaradt olyan ábrázolás, ahol egy sokszögű keretre húrok vannak kifeszítve, és azokat pengetik. Egyébként ezeket a pengetős típusú hangszereket psaltériumoknak nevezik. Nagyon sok ilyen psaltérium típusú hangszer volt régen, most be is fogom mutatni. Van egy ilyen könyv, Farkas Gyöngyitől a cimbalom története, ennek a mellékletében látható ennek több típusa, úgyhogy meg is mutatom. Ugye az is érzékelhető, hogy rendkívül sok hangszerre lehet asszociálni, kicsit hasonlít a citerákra, illetve a hárfákra. Ez azért van, mert a legtöbb húros hangszer rokon, ugye ugyanazon az elven működnek, azt viszonylag egyszerű volt kitalálni, hogy valamilyen keretre húrokat feszítünk föl, és azt pengetjük, vagy ütjük. Ezt különösen ajánlom figyelmében mindenkinek ezt a képet, ugyanis ez egy korabeli cimbalomnak az ábrázolása, illetve egy korabeli psaltérium típusú hangszernek az ábrázolása. És most mutatok egy teljesen modern változatot. Látszik a hasonlóság. Ami itt a kezemben van, az egy úgynevezett perepjalocska, ez egy 20. századi gyártmány, egy orosz gyermekjátéknak készült népi hangszer, amit szintén pengetni kell, látható alatta a nagy cimbalom, tehát látható, hogy ugyanolyan az alakjuk, ugyanaz az elvük, ugyanúgy az egyik oldalon akasztószögek vannak, mint a nagy hangszernél, a másik oldalon hangolószögek vannak, mint a nagy hangszernél. Ezeket a hangolószögeket egyébként egy ilyen hangoló kulcssal szoktuk hangolni, azaz rárakjuk és eltekergetjük. Így bármelyik ilyen szögre rá lehet rakni, és akkor ezt tekergetjük, így lehet beállítani a hangszer. Tehát az is látható, hogy mindenféle méretben és típusban ez létezik. Maga ez a nagy cimbalom, viszont ez már egy viszonylag modern fejlesztés. Ezt úgy hívják, hogy nagy pedál cimbalom. Sunda Bence József, egy 19. századi hangszerkészítő volt az, aki ebben a mostani formájában ezt megalkotta. Már addig is nagyon sokan kísérleteztek a cimbalom megreformálásával, számtalan verziója létezik. Amúgy is számtalan verziója létezik ennek a hangszernek világszerte, meg létezett mindig. Van különfajta cimbalma az indiaiaknak, a fehér oroszoknak, az íreknek, a koreaiaknak, a kínaiaknak. Nagyon sokféle típusú cimbalom van. Ez az egyik legelterjedtebb változat, ez az, amit Európában is használunk, és a legnagyobb újítás a Sunda Bence Józsefnek ezzel a hangszerrel kapcsolatban az volt, hogy látható oldalt az a két fa, ezt úgy hívjuk, hogy pedál. Úgy kell elképzelni, mint az autók gázpedálját. Itt a cimbalom alatt van egy ilyen hosszú fa, amire rá van rakva egy pedálnyelv, hogyha én arra a pedálnyelvre rátaposok, akkor ez a két fa megemelkedik, és a hangszernek a hangjai, azok zúgni tudnak, egybe tudnak zúgni. Egész addig zúgnak, amíg el nem engedem a pedált, ezáltal a két fal ereszkedik, és lefogják a húrokat. Ezeken a fákon, ezeken filcek vannak, most annyira nem látható, hogy megpróbálok egyet kitolni, ezek a kis fehér dolgok, ezek filcek, és ezek szorítják le a húrokat, emiatt lesz ilyen tompa hangja, ezt is megmutatom belőle, hogy milyen amikor tompa hangja van, vagy leszorítok. Ilyen kopogós, száraz hangja van. Ennek az volt az értelme, hogy így sokkal szofisztikáltabban lehetett játszani a hangszeren, el lehetett választani a hangokat, az akkordokat, amik nem feltétlenül szépek, ha egybe csengenek, tehát alkalmassá vált komplexebb zenei esztétikai problémák megoldására is ez a hangszer. Így módon bekerült a klasszikus zenébe, egyébként ennek a korabeli változatai a mindenféle psaltériumok úgy hívták, például, hogy hagbrettek, ezek már a középkorban is a klasszikus zeneirodalmat gazdagították, mindenféle szerzők írtak rá műveket.
de a nagy pedál cimbalomnak köszönhetően ezt már a 19. századi zenetörténet is elég népszerűnek tartotta. Erkel Ferenc, Liszt Ferenc például belekomponálták a műveikbe ezt a hangszert, illetve volt egy nagyon híres, kiemelkedő cimbalomra szerkesztő vagy író szerző, aki egyébként Gordonka művész volt eredeti foglalkozását tekintve, őt úgy hívják, hogy Allaga Géza, több etüdkötetet is kiadott, nagyon élvezetes, izgalmas etüdök ezek zeneileg, és a mai napig ezek alapján tanulunk és tanítunk cimbalmozni. Ezek az etüdök, ezek rendkívül igényesek és magas szintűek. Az etüdöktől szokatlan szinten magas szintűek. Úgyhogy nagy élvezet őket játszani. Tehát ez a klasszikus zenében is egy használatos hangszer volt, az egyik legfontosabb szerző, aki erre valaha írt művet, illetve belekomponálta a műveibe, az Igor Stravinsky, aki összebarátkozott Rácz Aladár cimbalom művésszel, aki az egyik legnagyobb hatású előadó művész volt a cimbalmos kultúrában. És annyira megszerette a cimbalmot, hogy még vett is magának egy cimbalmot. Arról nem nagyon szól a fáma, hogy ő valaha megtanult volna cimbalmozni, de volt egy cimbalma, és Rácz Aladár iránti tiszteletből ő írt is darabokat cimbalomra, illetve használta a darabjaiban a cimbalmot. Tehát ugye azt tudjuk, hogy használták a klasszikus zenében. Nagyon sok átirat is született erre a hangszerre, például barokk átiratok, nagyon sok Bach művet megszólaltatnak a klasszikus zenét tanuló cimbalmosok. Ezt most be is mutatnám. Most Johann Sebastian Bach D-moll zsigéből szeretnék játszani egy kis részletet. Érdemes megfigyelni, hogy milyen klasszikus igényű hangokat lehet képezni ezen a hangszeren. Hangok születhetnek meg. Ennek az is az oka, hogy a verő az vattával van becsavarva. Most mondok pár szót a verőről. A verő igazából úgy működik, mint a zongorának a kalapácsa, csak a zongoránál lenyomjuk a billentyűt, közvetetten ezáltal megmozdul a kalapács, és a kalapács megüti a húrt. Mivel nálunk hiányzik ebből egy láncszem, és teljesen közvetlen a kapcsolat a mi kalapácsunk, azaz a verő és a karunk között, ez a karunk meghosszabbítása, és közvetlen hatással vagyunk a húr felszínre, ezáltal nagyon kinyílik a zenei kifejezésmódok és eszköztárak lehetőségei. Nagyon sokféle dolgot lehet megcsinálni. Az egyik ilyen választási lehetőség a puha verő, ami vattával van bekötve. Régen kiskorunkban mindenféle dologgal csúfoltak a zeneiskolákban. Fülpucolópálcának lehetett hívni, vagy ágyútöltőnek mindenféle dolgot ki lehetett rá találni. Nagyon sok egyéb megoldás is létezik. Például itt van az a kemény verő, vagy csóréverő, vagy pucérverő, ha úgy tetszik. Ezt főleg a népzenében használták, mert a cimbalom egyébként a népzenében is egy előkelő helyet elfoglaló hangszer. Főleg a régies népi játékmód. A régies népi játékmód ugyanis dallamjátékot jelentett. Már a 19. században, illetve a 20. században különösen a kíséret volt jelentős, tehát a cimbalmosok inkább kísértek az előbbi puhaverővel. Viszont a régebbi játékmód az inkább dallamjátszó játékmód volt, és bár én ilyen nagyon igényes módon szikszalaggal betekertem a verőmet, hogy ne törjön el idő előtt. Ez régen úgy működött, hogy ha eltört a bácsi vagy néni verője, akkor kiment a ház elé, a mogyoróbokorhoz, letört egy mogyorófaveszőt, és a mogyorófaveszővel püfölte a hangszert. Most ilyen erdélyi dallamokat fogok játszani, mert leginkább az erdélyi népzenei cimbalmos játékmódban maradt meg ez a dallamjátszó technika, illetve a csupasz verő. Érdemes megfigyelni ezt a csöngő-bongó hangszínt.
ami a csupán a verő megváltoztatása miatt jöhet létre. Dallamjátszó technika, illetve mutatok olyat is, ahol már a kíséret és a dallamjátszás keveredik. Ez is puha verő, ugye az akkordikus játékot nem feltétlenül kell bemutatnom, mert egyrészt ez viszonylag elterjedt, és szerintem a legtöbben már találkoztak vele. Ezért egy pár akkordot ütök. Kísérő dallam. Cimbalmos, az mindenféle funkciót be tudott tölteni a népzenében. Egy pár szót arról is mondok, hogy miért van ennek a hangszernek ilyen nagy hangja és ilyen magvas hangja. Ugye látható, hogy óriási teste van ennek a hangszernek, meg is kopogtatok. Ezt úgy hívják, hogy hangszekrény, ezt a nagy dobozt, ugye azért hívják így, mert olyan, mintha kétajtós gardrób szekrény kopogtatnám. Már hallható, hogy még nem is játszok rajta, csak kopogtatom, és mennyire telt, zengő hangot bocsát ki magából már a kopogtatás is. Másik ilyen érdekes, hogy egy darab hanghoz, érdekesség, hogy egy darab hanghoz több húr is tartozik. Úgy hívják, hogy húrkórus, amikor ugyanahhoz a hanghoz több húr is tartozik, amiket külön-külön nem lehet megszólaltatni csak egyszerre. Ennek kettős értelme van. Az egyik értelme az az, hogy ugye, ahogy ütöm a hangszert, ez óriási energiának és erőbehatásnak vannak kitéve ezek a húrok. És ha csak egy húr szál lenne fönn, akkor az nagyon hamar elszakadna ettől az állandó püféléstől. Másrészt nagyon szép telt hangja van így a hangszernek. Ugyanis amikor leütök egy húrt, akkor sokkal több húr tud megszólalni és rezegni. Aki tanult szolfést, az annak most eszébe juthat a felhangrendszerről tanult rengeteg feleslegesnek tűnő információ, amit most nagyszerűen elő lehet venni. Ezek a felhangok szólalnak meg, amikor itt lejátszok a cimbalmon, a felső húrok is berezdülnek, és ott is megszólalnak ezek a felhangok. A cimbalom egyébként nagyon sok zenében megtalálta magát, és a 20. században, napjainkban is, már jazzben, bluesban, könnyűzenében, popban, rockban, mindenféle zenei stílusban megtalálható egyébként sajnos nagyon kevés cimbalom játékos. Ez azért is van, mert nagyon sokféle hangszint lehet ugye kivarázsolni belőle, azon túl, hogy a verővel mit lehet csinálni, lehet üveghangokat megszólaltatni, lehet pengetni, lehet effektezni rajta. Lehet csapkodni, lehet dobolni az oldalán.
stb. Számtalan módon föl lehet használni a cimbalomot, ezért is találhatta meg magát ennyiféle zenei stílusban. Azt tudom mondani és tanácsolni mindenkinek, hogy tanuljon cimbalmozni, akármilyen zenéhez is szeretne nyúlni, tehát hogyha van kedve, akkor ez egy nagyon jó választás. Nagyon menő, bármit is gondol az ember, ez egy nagyon menő hangszer, és nagyon sok mindent lehet csinálni, és számtalan popzenekar használ alkalmilag vagy állandóan ma cimbalmosokat, úgyhogy nem csak klasszikus zene és népzene létezik, amik egyébként mind fantasztikusan értékes és nagyszerű dolgok, és a cimbalom szerepe is fantasztikus a népzenében is és a klasszikus zenében is. De mindenképpen érdemes belevágni, nagyon jól mutat a cimbalmon Metallica is, meg az Iron Maiden is, lehet ilyen metálos riffeket csinálni rajta. Lehet rajta játszani ilyen bluesosabb dolgokat. Jazzesebb dolgokat, ebben sajnos én nem vagyok annyira jó, úgyhogy ha véletlenül ezt egy jazz cimbalmos most megnézni, akkor elnézést kérek. Legvirtuózabb dolog, amit cimbalmon lehet csinálni, az a román népzene, ami ma már nem is annyira népzene, mint pop. Ezzel búcsúznék, ugyanis ez egy nagyon-nagyon attraktív dolog. Remélem ezzel biztosan kedvet csinálok bárkinek a cimbalmozáshoz. Tanuljatok cimbalmozni, nagyon menő, nagyon sok mindenre használható, annyira nem vészesen nehéz egyébként, mármint súlyra, tehát érdemes venni cimbalmot, mert el lehet azért vinni A-ból B-be, úgyhogy mindenkinek jó cimbalmozást kívánok!